Jó reggelt. Nagyon szép a zöldség. Szép. Veszek egy láda krumplit is. Remek. Szöveg a cégéren. De ez csak egy tábla. Ne vitatkozzon, még ma szedje le. Hallgasson! Ez már túl. Szedje le! Semmi is. A mennyei ajándék elnevezés szabályellenes. Gyerünk leszedni. Nincs kifogás. Nézd, mi történik ott? Menjünk, nézzük. Új szabályozás, a kereszténység kínai sárása. Ez meg nincs ott. A KKP üldözi ugye hallás. Jöjjenek, ezt nézzék meg! A központi kormány rendelete. A kereszténység kínai sításáról. Nézzék meg jól, aztán terjesszék a hírt. Ez mi? Felolvastad nekem? A kínai nemzeti zászlót minden településen, jól látható helyen ki kell helyezni. Minden keresztény épületen és közterületen. A vallásügyi hivatal. Gyorsan, gyorsan. Ne menjetek le. Megint itt vannak a vallásügyi hivataltól. Ez nem jelent jót. Hol van Szüe lelkész? Nem jött el. Még nem ért ide. Mit mondtam a legutóbb? A nemzeti zászlót, Mao és Szi elnök képét minden templomban ki kell tenni. Miért nincs kitéve? Tegyétek ki. Xi igazgató úr, az alkotmányban nem szerepel, hogy Xi elnök képét is ki kell tennünk. Ha egy ateista vezető képét kitesszük, az nem bálványimádásra ösztönöz? Bizony, így van. Dehogy nem. Igen. A Biblia szerint csak Istent imádhatjuk, bálványokat pedig nem, vagyis... Engem nem érdekel, mit mond a Biblia. A kínai hívőknek az országos szabályozást és a kormány rendeletét kell követniük. Ha nem akasztják ki a két elnök képét úgy, ahogy a kormány elrendelte, megszegik a törvényt, és a templomukat bezárják. Szüle lelkész úr! Nem szegtünk törvényt! Milyen jogot tesz ilyet a kormány? Pontosan! Észszerűtlenek! Ez az milyen jogon? Itt van Szüle lelkész! Szüle lelkész! Itt van, megérkezett! A lelkész úr! Xi igazgató úr, nem arról van szó, hogy nem tiszteljük a törvényt. De a templom Isten imádatának helye. Nem lenne helyén való az elnök képét kitenni. Ez nem a nép hőseinek csarnoka. Úgy így van, igen, van. Igen, pontosan. Igen. Van. Igen. Képzelje el, ha külföldiek jönnének, és a nemzet vezetőinek arcképét látnák a templomban, aztán otthon elmondanák. Az nem sérteni a kommunista párt nagy tiszteletre méltó és igazságos imázsát? Szi elnök nem hisz Istenben. Ő a marxista ateizmusban hisz. Önök a párt tagjai imádhatják őt Istenként, ha akarják. Mi az Úr Jézust imádjuk. Ne korlátozzák a vallásszabadságunkat. Ne korlátozzák. Jól mondja. Igaza van. Igaza van. Pontosan.
Az arckép kiakasztása a kínai sított kereszténység jelképe. Más templomokban is kint van. Itt is ki kell tenni. Ez az egész országra érvényes. Hát nem azt mondja a Biblia, hogy a hatalmon levő vezetőket Isten helyezte oda? Engedelmeskedniük kell nekik, ez egyben Istennek való engedelmesség. Hát még ezt sem értik. Külföldön melyik templomban függesztik ki a nemzetvezetőinek képét? Így van. Abszurd ez a követelés. Vagy nincs igaza? De igen. Nem érdekel, mit tesznek külföldön a templomokban. Kínában a templomokban ki kell függeszteni Szí elnök képét. Ez országos rendelet. Azt a templomot, ahol nem teszik ki, bezárják és betiltják. Akasszák ki! Betiltják. Most azonnal, gyerünk! Hogy tehetnek ilyet? Ez hihetetlen. Szí igazgató, ez nem olyan sürgős ügy. Meg kell beszélnem a hívőkkel. Nem. Ha ma nem teszik ki, bezárjuk a templomat. Jaj, de milyen alapon? Nem bezárják. Ez az zsarnokság. Akasszál ki! Most azonnal! Most szülök! Gyerünk, tehát! Gyerünk! Gyorsabban! Gyerünk már! Miért tesznek ilyet? Akasszál ki! Jól van, már is kiakasztjuk. Szű elelkész úr! Nem akaszthatjuk ki! Így van, nem tehetjük. Megsértenénk az urat! Így van. A kormány előírása, mit tehetnénk? Menj majd én. Hát ne tegyétek ki, és bezárják a templomot. Magasabbra, és egyenesen. Még ferde. Nem kobozták el az énekes könyveket? Szokták énekelni a nemzeti himnuszt? Természetesen. Helyes. Akkor énekeljék el most. Ott halljuk, hogyan éneklik. Énekeljék. Rajta, énekeljék el. Testvéreim, énekeljétek velem. Énekeljünk együtt, szüjelelkészülve. Énekeljünk együtt. Keljetek fel, kezdjük. Csi lány, bújjön tón úti virődme, vállom sérjön, túlom a messzindi csarcsom, túlvánunk. Maga is énekeljen! Nem elég hangos! Még egyszer! Szüelelkész úr, kitettük a nemzeti zászlót, és a nemzeti himnuszt énekeljük. A népi kongresszus szelleméről és Xi Jinping eszméiről beszélünk. Ez nevetséges. Ez talán az úrban való hit. Úgy van, ez nem. Ez inkább a kommunista pártban való hit, igen, nem? Igen. A párt templomokat rombol, kereszteket dönt le, üldözi és letartóztatja a keresztényeket. Ki akarják írtani a kereszténységet? Így van. Mi meg alávetjük magunkat nekik.
Nem ostobaság ez? De hát nem beletörődés. Pontosan, jól beszélsz. Szerintem ezt magunknak köszönhetjük. Azért csatlakoztam a három önálló egyházhoz, mert féltem. Azt reméltem, így majd hihetek az Úr Jézusban, és a kormány védelmét élvezem. Nem gondoltam, hogy a kommunista párt csak időt akar nyerni. Nem csak eltávolították a kereszteket. Most még a nemzeti himnuszt is énekelnünk kell. És ki kell tennünk Xi Jinping képét. A KKP végre megmutatja a rút arcát. Igaza van. Magát a vallást használják fel, hogy kiírtsák a hitet. Pontosan így van. Valóban. A kommunista párt rabszolgái lettünk. Amikor azt énekeltem, keljetek fel, kik nem akartok rabszolgák lenni. Mélyen legbelül úgy élet fel bennem a harag, mint a tűz. Én is így éreztem. El kellene utasítanunk, hogy a kommunista párt rabszolgái legyünk. Mondjunk nemet a kommunistáknak. Pontosan. Nem leszünk rabszolgák. A kisújunkat nyújtjuk és az egész kezünkkel. El akarják törölni a hitünket. Igazad van. Így van. Ha nem gyakorolhatom a hitemet a templomban, hát majd ilyen otthon. Ilyen Isten tiszteletre többet nem jövök. Ez megalázó. Testvéreim! Testvéreim! Én megértem, hogy mit éreztek. De meg van kötve a kezem. Mi is a kommunista párt? Egy ateista forradalmi párt. Ha nem hallgattok rájuk, nem csak bebörtönöznek titeket, hanem meg is ölnek. Nézzétek a házi gyülekezeteket. Csupán a keresztet hordozzák. Inkább a börtön, mint csatlakozzanak a három önálló egyházhoz. Így van. Különösen a keleti villámlás. Sokakat közülük elítéltek. Vagy belehaltak a verésekbe. Így van. Valóban helyesli az Úr ezt a fajta hitet? Ha a halálba kergetnek, mielőtt életet nyernénk, az Isten dicsőíti? Eljutunk így a menny királyságába? Nem jutunk el. Nem, így nem juthatunk el a menny királyságába. Azért rejtőzködünk a három önálló egyházban, mert nincs más választásunk. Az Úr Jézus ezt tanítja. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Amikor felhúzzuk a zászlót és a himnuszt énekeljük, okosak vagyunk. Az Úr belelát a szívünkbe. Ha nem tagadjuk meg az ő nevét, vagy nem áruljuk előtt, hanem mindvégig erősek maradunk, meg fogunk menekülni. Amen. Így van. Így van. Igen, szülelelkész úr ezt a gyülekezet védelmében teszi. Ha bezárják a templomot, hol fogunk majd összegyűlni? Szerintem hallgatnunk kellene rá. Okosnak kell lennünk a KKP-vel kapcsolatban. Nincs más módja a gyülekezet megmentésének. A bálványimádás a templomban sérti az urat. Ez pontosan az. Szülelelkész úr. Hiba a KKP-nak engedelmeskedni. Mi lenne, ha mi is házi gyülekezetté alakulnánk? Micsoda? Házi gyülekezetté? De az zsákutca! Börtönbe akarsz kerülni? Börtöncellából akarsz hinni az Úrban? Butaság. Rendben, köszönöm. Egy képernyővédőt kérek. Már is meg lesz. Örült időket élünk, hát nem igaz? Most már a templomokon is zászló van. Így van. Minap elmentem egy buddhista templom mellett, és láttam, hogy a szerzetesek körbeviszik a nemzeti zászlót. És még tisztelektek is előtte. Odáig süllyedtünk, hogy a templomunkban az ördögök királyát és a sátánt imádjuk. Ha ez így megy tovább,
és az Úr visszatér. Felvisz-e vajon a menny királyságába? A három önálló tagságunk óta hibát hibára halmozunk. Lassíts! A vadász bement az erdőbe, és az összes állat elszaladt. De kettőt sajnálatosan elkapott. Ah. Találd ki, melyik kettőt? A teknős békát? Így van. És melyik volt a másik? Hát azt nem tudom. Hát a struc volt az! És miért pont a struc? Mert a strucok gyávák, a homokba dugják a fejüket. Ez országos érvényű szabályozás. Az ország összes templomának le kell vennie a keresztet. Ha nem veszik le, lebontjuk a templomukat. Milyen jogon teszik ezt? Miért veszi le a keresztünket? Elég! Miért? Ülj le. Miért? Viselkedj! Nem elég hangos? Még egyszer! Jó napot, csendes, szervusztok! Csánk testvér, Ment testvér, Szung testvér, de jó, hogy itt vagytok. Zsák utcába kerültünk. Muszáj volt eljönnünk. Hallottuk, hogy a vallásügyi hivatal kötelezi a templomokat, hogy tegyék ki a zászlót és énekeljék a himnuszt. Gondoltam, hogy ezt nem fogjátok elfogadni. Így is van. Elfogadtam, hogy a KKP rámerőltette a három önállót. Kinevethettek, de félelemből csatlakoztam hozzájuk. De hit az, ha kitesszük a zászlót és himnuszt énekelünk? Hát ez az. Az még belefért, hogy nem prédikálhatunk a jelenésekről, vagy az Úr visszatértéről. De már az ördögöt kellene imádnunk. Ez elfogadhatatlan. Hála az Úrnak. Végre felnyílt a szemetek. Aki a három önállóban gyakorolja a hitét, az a sátán bábja. A sátán irányítja. Így van. Gyertek, üljetek le. A KKP állítja, hogy vallásszabadság van, de ez hazugság. Lelepleződött a démoni arcuk. Ha nem ébredünk fel, hívők maradunk. Ez erőszak a lelki ismeretünkön. Most már látom a párt igazi arcát. Gyűlöli Istent és ellenáll neki. Többé nem leszek a sátán rabszolgája. Helyes. Ha a három önálló tagjai vagyunk, csak névlekiszünk, de valójában nem követjük az urat. Úgy érzem, az Úr már félredobott minket. Így hát kénytelen vagyok a házi gyülekezetet választani. Igen. Még nem késtél el. A házi gyülekezet fogad téged. Örömmel. Hála legyen az Úrnak. És hála legyen az Úrnak. Ah, szia, Uszun. Merre jártál? Csak gyümölcsöt vettem. Jöhettek. Viszlát. Szőlelkész úr, láttam Meng Changlint és Szung testvért. Anya, hazaértünk!
nagyi! Nem, testvér, hát itthon vagy. Szun testvér. Szüel elkész úr. Á, benéztem édesanyádhoz. Sziaujú, menj, írd meg a leckédet. Sziaujú, gyere, szépen. Segítek neked. Jó kislány vagy. Majd én beviszem. Changlin, a házi gyülekezetek útja igencsak nehéz. Sunce nagybátyja is egy házi gyülekezet tagja volt, emlékszel? Hány évre is ítélték? 7,5 évre. Pontosan. Hát nem vetted észre, merre haladnak a dolgok? A KKP teljesen el akarja törölni a házi gyülekezeteket. Ha ilyen időkben csatlakozol valamelyikhez, nem a saját sírodat ásod meg? De, bizony. Gondolj legalább az anyádra és a lányodra, ha magadra nem is. Igaza van. Ha nem követtük volna Szüel elkész urat a 3 önálló egyházba, már rég letartóztattak volna minket. Lehet, hogy ezzel megmentjük a bőrünket, de elnyerhetjük az életet. Az Úr Jézus azt mondja, aki megtalálja életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti életét, én értem, az megtalálja azt. A házi gyülekezeteket kegyetlenül üldözik. De azok nem hódolnak be a sátánnak. Megtartják a hitüket és követik az Urat. Ez az az út, amin az évezredek során a szentek is jártak. Nézzük csak meg a keleti villámlást. Nem tudom, hogyan kezdődött. De azt hallottam, hogy a KKP rettenetesen elnyomja és üldözi őket. Mégis terjesztik az evangéliumot, és tanúságot tesznek. Nézzétek az ő útjukat, aztán a mi helyzetünket. Szánalmas. Minden 3 önálló gyülekezet átnevelő központ lett a Xi Jinpingi eszmékre. Elismer majd minket az Úr, ha visszatér. Úgy érzem, a nagy katasztrófa már nagyon közel van. Mintha az Úr elhagyott volna minket. Hát nem azért tartjuk be a rendelkezéseiket, hogy ne zaklassanak bennünket. De igen. És ha a 3 önálló útján járunk, és a rezsimnek engedelmeskedünk, annak bibliai alapja van. Hogy lenne akkor rossz? Hiszen mit mond a Rómaiak 13:1? Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Ha ezt tesszük, az összhangban van a bibliai tanításokkal. Szüel elkész úrnak igaza van, hogy a 3 önálló útján vezet minket. Ez megfelel a Bibliának. Ha elhagyjuk a lelkészeket és a véneket a házi gyülekezetekért, beláthatatlan következményei lesznek. Így van. Azért választjuk azt az utat, mert félünk, hogy börtönbe csuknak, mert félünk a sátán erőitől. Talán menthetjük a bőrünket, de a sátán irányít minket. Ezzel behódolunk neki. Dicsőítjük ezzel Istent, vagy szégyent hozunk rá. Ha a sátánt imádjuk a templomunkban, azzal megsértjük és eláruljuk az Urat. Hogyhogy nem látjátok ezt? Changlin, most az egyszer hallgass ránk. Olyan sokan haltak már bele abba, amikor a KKP lecsapott. Miért hiszünk az Úrban? Nem azért, mert békét szeretnénk? Anya!
Changlin? Chiheng! Mikor jöttél vissza? Csak nemrég. Nem csoda, hogy nem találtalak meg. A városon kívül rejtőztél. Igen. Nem csak a letartóztatás elől bújtam. Jó néhány házi gyülekezetnél is jártam. Nagyon elfoglalt voltam az elmúlt években. És itt? Hogy mennek a dolgok? Ne is kérdezd. A három önálló egyházban csak felszínes beszélgetés folyik a Bibliáról, semmit sem nyerünk belőle. Fel kell vonnunk az ászlót, a nemzeti himnuszt énekelni és az ördögök királyát imádni. A kommunista párt átnevelő központja lett. Ha nem térünk vissza a házi gyülekezetekbe, ateistákká válunk. Tudod, egyszerűen túl makacs vagyok. A KKP nem hagy más választást. Végre tisztán látom a démon Ruth arcát. A három önálló egyházban töltött évtized alatt nem kaptam semmit. A lelkészek és a vének ártottak nekünk. Végre kinyílt a szemetek. Ez jó dolog. Foglalj helyet. Az Úr Jézus azt mondja, aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti életét, én értem, az megtalálja azt. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Amen. Sokszor olvastuk már az Úr ezen szavait. De hányan tudják tényleg felvenni a keresztet és követni az Urat? Gondolj csak bele. Mikor az Úr Jézus megjelent és munkálkodott, miért volt, hogy oly sok zsidó ember nem merte őt követni? Nem a letartóztatástól féltek? Akkoriban a judaizmus pont olyan volt, mint ma a kormány által irányított három önálló egyház. Abban az időben a római kormány elismerte és nem üldözte. De végül mi történt? Mindannyiukat elhagyta az Úr. Így van. Azok pedig, akik az Úr Jézust követték, akik mindent feladtak ezért, a kor házi gyülekezeteihez tartoztak. Rengeteg üldöztetést szenvedtek el, de elnyerték az Úr üdvösségét, sok igazságot megértettek a hitről, megtanulták követni az Urat, tanúságot tenni, Isten áldása és útmutatása volt velük. De ami a három önállóban folyik, az tényleg az Úr követése? Mindenben a KKP-ra kell hallgatniuk, sőt, segítenek a KKP-nak a házi gyülekezetek megfigyelésében. Tudják, hogy az Úr Jézust kell imádniuk, mégis felvonják a zászlót, éneklik a himnuszt és engedelmeskednek a KKP-nak. Ez megalázó a keresztényeknek. Ebben a városban, a közelmúltban több mint 40 hívő hagyta ott a gyülekezetét, és csatlakozott házi gyülekezetekhez. Így elmenekült a kormány ellenőrzése alól. Ez nagyon súlyos probléma. Valóban az. Ismét hangsúlyoznám, hogy minden templom vallási vezetőinek és a híveknek kötelessége a valláspolitikai edukáció erősítése. Alapvetően fontos felmérni minden hívő ideológiai irányultságát, megérteni a gondolkodásmódjuk változásait, és haladéktalanul végrehajtani a releváns politikai edukációt. Türelmesen és óvatosan kell kivezetni őket az Isten hit tanaiból, hogy a tudományban és a pártban higgyenek. Így előbb-utóbb szeretni fogják a pártot és az országot. Csak így tudjuk teljesen eltörölni a vallásos hitet. Kínát ateista nemzetté tenni, biztosítani, hogy Kína minden lakója megbízzon a pártban, szeresse és a végsőkig kövesse azt, és elérni a nemes célt, a párt örökké tartó uralmát. Ahogy most visszagondolok, valóban letértünk az Úr útjáról. A lelkészekre és vénekre hallgattunk, és engedelmeskedtünk a KKP irányelveinek, de nem követtük az Úr szavait. Folyton elárultuk a Biblia tanítását. Ellenálltunk az Úrnak, és elárultuk őt. De megtanultam a leckét. A hitben az Úr szavára kell hallgatnunk, őt kell követnünk, nem az emberekre hallgatni és őket követni. A múlt szentjeinek útja volt helyes. Ha nem vesszük fel a keresztet, nem vagyunk az Úr méltó tanítványai. Így van. Több mint egy évtizede ismerem ezeket a verseket, de most értettem meg először, hogy tényleg az Úr szava az igazság.
Mikor az urat követjük és tanúságot teszünk róla, a sátán üldöz minket. De ne becsüljük alá ezt a tapasztalatot, mert ebből is csak tanulhatunk. Igen. Mikor az Úrra támaszkodunk és hagyjuk, hogy vezessen, meglátjuk Isten tetteit, megértjük Isten szándékát. És megértjük, hogyan vezeti és menti meg az embereket. Ezért van, hogy a szenvedés és megpróbáltatás valójában Isten áldása. Ha félünk a börtöntől, ha kényelemre és biztonságra vágyunk, ha méltatlanul élünk, azzal elnyerhetjük az igazságot és az életet. Elnyerhetjük Isten jóváhagyását. Fel kell lázadnunk a sátán ellen. Ki kell szabadulnunk kötelékeiből, és teljes hittel követnünk az Urat, hogy békét és örömöt érezzünk a szívünkben. Csak akkor találjuk meg az utat, ha az Úr saját szavai szerint fogadjuk őt. Igazam van? Igen. Hála legyen Istennek. Szüelek, Jézus! Á, főnök! Azt hallottuk, hogy az öngyülekezetében bizonyos emberek erősen ellenzik a kormányunk valláspolitikáját. Már kiderítettük, hogy kik ők, és folyik a vizsgálat az ügyben. Úgy illik, hogy ön is segítsen megbizonyosodni az ezekkel az emberekkel kapcsolatos problémákról. Ne legyen passzív. Főnök, volt két ember, aki nem hallgatott a jó szóra, de megoldottuk a problémát. Nyugodt lehet. Együtt működöm az ön tevékenységével. Figyelmeztettem, hogy ha újra ilyesmi történik, nem csak a gyülekezetének mondhat végleg búcsút, hanem a lelkészi karrierjének is. Főnök, biztosíthatom, hogy többé nem fordul elő ilyesmi. Ezt jó tudni. A házi gyülekezethez való csatlakozást nem szabad könnyen venni. Nincs szükség Szüe lelkész úr engedélyére. Miért lenne? Ha a lelkészeket követjük, az ördögök királyát imádjuk, így kárhozatra ítéljük magunkat. Miért hallgatnánk rá? Menj, testvér, én megyek. Rendben. Később találkozunk. Akárhogy is, házi gyülekezethez csatlakozni helyes döntés. A mi hibánk, hogy az elején gyávák voltunk. Lian testvér! Menjél! Várjon csak! Melyik településen lakik? Hé! Szia, Ochang! Vehigazgató? Az utóbbi időben gyakran láttunk idegeneket az utcátokban. Kinek a házába mennek? Hogy kinek a házába? Aha. Most már tisztán láttátok a sátán gonosz arcát. Úgy érzitek, hogy a himnusz éneklése és a démonok királyának imádása elárulja az Urat. Ki akartok lépni a három önálló egyházból? Ez nem egyszerű ügy. A lelkészeknek és véneknek jó okuk van, hogy a három önálló útját kövessék, de azt illetően, hogy nekünk is követnünk kell-e őket ebben, és hogy ez egyezik-e az Úr szándékával, vagy hogy ő helyesli-e ezt, az igazságot kell keresnünk és imádkoznunk az Úrhoz. Ha nem az Úr szavaira alapozunk, hanem emberi bölcsességre és nézetekre, valószínűleg rossz utat választunk. Az ember természete az, hogy a kényelmet keresi, kerüli a szenvedést, különösen az Úrért vagy az igazságért való szenvedést. Senki nem akar meghalni az Úrért. Ha üldöznek vagy letartóztatással nézünk szembe, júdások leszünk, eláruljuk az Urat és az egyházat. Mi a következmény? Útunk megválasztásakor az Úr szándékát kell keresnünk. Másképpen, ha vakon követjük az embereket, az nem ostobaság? De igen. A törvény korában Isten így szólt. Népem odavész, mert tudás nélkül való. A példabeszédek könyvében. A bolondok meghalnak esztelenségük miatt. Ámen. Ha igazságot és életet akartok nyerni a kommunista párt démoni uralma alatt, az életeteket kell felajánlanotok cserébe. Igaz hét nélkül követhetitek-e az Urat?
Csak méltatlanul élnétek a három önálló egyházban, és a áldásnak csak a nyomát látjátok, rohantok a lelkész után, hogy egy egyházban higgyetek. Ez beteljesíti a proféciát a példabeszédek könyvéből. Az ostobákat jólétük pusztítja el. Én ezt nem értem. Bibliai alapja van, hogy a lelkész a három önálló útján vezet minket. Ráadásul a lelkészek Istentől kapják a hivatalukat. Hogy lehetne rossz döntés őket követni? Így van. Mi a baj ezzel? Hogy a lelkészek Istentől kapták-e a hivatalukat, nem az ember szavai döntik el. Isten szavait kell alapul vennünk. Mondta az Úr Jézus, hogy Istentől kapták a hivatalukat? Mondta ezt valaha a Szent Lélek? Nem. Amikor az Úr Jézus munkálkodott, a vallási vezetők álltak ellen neki és ítélték el őt. Végül keresztre is feszítették. Igen. Ha a lelkészek a helyes úton vezetnek minket, a Szentlélek munkájának megerősítésével, akkor rendben van követni őket. De ha arra vezetnek minket, hogy a sátánt imádjuk hódolva, mondhatjuk-e, hogy a lelkészek Istentől kapták hivatalukat? Nem vezetik így félre az embereket és ártanak nekik? Igen. Pontosan erről van szó. Igen. A legtöbb lelkész és vén teológiai iskolát végzett. Hivatásos teológusok, akiknek a teológia biztosítja a megélhetését. Ők nem Isten követői. A legtöbb lelkész és vén csak a tudományban hisz, nem az isteni csodákban. Van, aki még az Úr Jézus isteni fogantatását sem ismeri el. Egyszerűen álhívők. Főleg a három önálló lelkészei. Vannak, akik kommunista pártiskolán tanítanak, mások marxista-leninista szakértők, megint mások az Egységfront megbízásából kutatják a Bibliát. A nagy többségük párttag. Akik pedig nem, azok a párt ügynökei. Ezek az emberek lelkésznek nevezik magukat, és a párt helyezi őket a gyülekezetekbe, hogy értelmezzék a Bibliát. Mondhatjuk-e hát, hogy hivatalukat Istentől kapták? Egyértelmű, hogy a KKP-tól kapták. Hogy mondhatná bárki is, hogy Istentől? Ha kitartunk amellett, hogy a lelkészek Istentől kapták hivatalukat, és rájuk hallgatni olyan, mint Istenre, az nem Isten káromlás? Nem keverjük-e össze így a jót és a rosszat? Úgy bizony. Ez így nagyon igaz. Ezek az emberek a státuszt és befolyást imádják, érvhajhászok, és a megmaradásuk érdekében a sátáni rezsimnek is engedelmeskednek. Engedelmeskedhetünk mi ilyen hamis pásztoroknak? Nem bizony. Gondolkozzatok el ezen, mert nagyon komoly kérdés. Arról van szó, hogy beléphetünk-e a menny királyságába. Ez egy nagyon komoly kérdés. A lelkészek és a vének képmutatók alávetik magukat a sátán erőinek. Így van. Ennyi éven át össze voltunk zavarodva. Azt hittük, Isten helyezte őket a hivatalukba, ezért vakon követtük Pontosan. Őket. Azt hittük, ha nekik engedelmeskedünk, Istennek engedelmeskedünk. Vakok vagyunk, ha nem értjük az igazságot. Ez pedig beteljesíti az Úr szavait. Ha pedig vak vezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek. Nekünk hívőként az Úr Jézus szavaira kell hallgatnunk, és őt kell követnünk. Nem vezethetnek félre minket a hamis pásztorok, hogy az ördögök királyát és a sátánt imádjuk. Így van. Az Úr Jézus azt mondja, nem lép be a mennyek országába mindenki, aki ezt mondta nekem, Uram, Uram, csak az, aki követi mennyei atyám akaratát. Ámen. Tehát hogyan kövessük az atya akaratát? Hallgatnunk kell az Úr Jézus szavára, és aszerint kell gyakorolnunk, csak így leszünk igazi hívők. Ha a KKP-re hallgatunk és hamis pásztorokat követünk, Isten akaratát követjük? Nem. Nem inkább durván ellenállunk és eláruljuk Istent? De igen. Ez a közösségvállalás valóban megvilágosító. Pontosan. Changlin, nyissa ki! Itt a körzeti bizottság. A körzeti bizottság. Gyorsan, mindenki menjen oda hátra. Gyorsan. Changlin, nyissa ki! A székek.
Vej igazgató? Changlin, mi az ördög folyik itt? Az előbb nem hallottam magukat. Látogatói voltak, nem igaz? Igen. Pár barátom beugrott, de már elmentek. Elmentek? Igen. Miféle barátok voltak? Hívők voltak, ugye? Pár testvér a gyülekezetből. Meglátogatta édesanyámat. Ah. Azt hittem, kilépett a gyülekezetből, és házi összejöveteleket szervez. Nincs itt senki. Ez a macska aztán tud időzíteni. Changlin. Igen? Az a helyes döntés, ha a három önállóban marad. Ha magán összejöveteleket szervez az otthonában, az tiltja a törvény. Így van. Igen. Rendben, mehetünk. Nem kell kikísérnie. Elmentek. Add a kezed. Add a kezed. Nem biztonságos itt összejöveteleket tartani. Keressünk másik helyet. Lehetne nálam is. Persze. Ez jó ötlet. Külön-külön menjetek el. Vigyázzatok magatokra. Vigyázzatok magatokra. Viszlát. Cseheng. Amíg távol voltál, nagyon sok mindent megértettél. Hogy ilyen tisztán látod a dolgokat? Hát igen. Eddig nem mertem elmondani nektek. Most, hogy tudjátok, milyen valójában a három önálló, elmondom nektek. Az elmúlt években elfogadtam mindenható Istent. Igen? Hiszel a keleti villámlásban? Igen. És azért jöttem vissza, hogy megosszam veletek is ezt a jó hírt. Oda nézzenek. Gyere, mondd el nekünk is, menjünk. Rendben. Hívőként mind az Úr eljövetelét várjuk, de hogyan kellene fogadnunk őt? Hallgatnunk kell a Szentlélek gyülekezetekhez intézett szavaira. A jelenések könyve azt mondja, akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Hányszor is ismétlődik meg ez? 7-szer. És miért ismétlődik meg ilyen sokszor? Hogy emlékeztessen minket. Az Úr fogadásának kulcsa az, hogy hallgassunk Isten hangjára. Gyertek! Nagyon igaz. Új fényt vet a dolgokra. Ajaj. Kicsit boldogabban mindenki. Szívből énekeljetek. Mindjárt itt a nemzeti ünnep. A hivatalnokok megnézik az előadást. Ha boldogtalannak látszunk, elrontjuk az ünnepi hangulatot. Akkor rontsuk el! Elegem van ebből! Igaza van. Nekem csináljuk ezt. Csak csúszson át a léc felett. Nekem ma még dolgoznom kell otthon. Igen. Jó. Akkor énekeljük el még egyszer. Utoljára. Gyerünk. Na. Gyerünk, utoljára. Gyerünk. Minek csináljuk ezt? Állj fel. Felkészülni? Mindenható Isten azt mondja. Isten 6000 éves irányítási terve a végéhez közeledik. És országának kapuja már megnyílt mindazok előtt, akik az ő megjelenését keresik. Kedves fivérek és nővérek, mi az, amire vártok még? Mi az, amit kerestek? Vajon várjátok-e, hogy Isten megjelenjen? Keresitek-e az ő lábnyomait? Mennyire kell vágyakozni Isten megjelenése után, és milyen nehéz megtalálni Isten lábnyomait? Egy ilyen korban, egy ilyen világban, mit kell tennünk, hogy tanúi legyünk a napnak, melyen Isten megjelenik?
Mit kell tennünk, hogy lépést tartsunk Isten lépteivel? Ilyen kérdésekkel szembesülnek mindazok, akik várják Isten megjelenését. Nem egyszer gondolkodtatok már ezeken mindannyian. De milyen eredménnyel? Hol jelenik meg Isten? Hol vannak Isten lábnyomai? Tudjátok a választ? Egyesek ösztönösen azt hiszik, hogy ahol a Szentlélek munkálkodik, ott Isten is megjelenik. Vagy pedig azt hiszik, hogy ahol szellemi szereplők vannak, ott Isten megjelenik. Vagy pedig azt hiszik, hogy ahol nagy tekintélyű emberek vannak, ott megjelenik Isten. Egyelőre tekintsünk el attól, hogy az ilyen hiedelmek helyesek vagy helytelenek. Egy ilyen kérdés megmagyarázásához először is világos céllal kell rendelkeznünk. Isten lábnyomait keressük. Nem szellemi szereplőket keresünk. Még kevésbé híres személyiségeket. Hanem Isten lábnyomait keressük. Ezért, mivel Isten lábnyomait keressük, Isten szándékait, szavait és Isten kijelentéseit kell keresnünk. Mert ahol Isten által mondott új szavak vannak, ott Isten hangja van. És ahol Isten lábnyomai vannak, ott vannak Isten tettei. Ahol Isten kifejeződése van, ott Isten megjelenik. És ahol Isten megjelenik, ott van az igazság, az út és az élet. Ámen. Hála Istennek. Ezek a szavak csodálatosak. Igen. Igen. Ahol Isten által mondott új szavak vannak, ott Isten hangja van. Ahol Isten kifejeződése van, ott Isten megjelenik. Így, de mennyire? Hát, pontosan ez az. Ha valahol meghalljuk Isten hangját, nem fogadtuk-e már is az Urat? Így van. Korábban, mikor vártuk az Urat, csak a lelkészekre hallgattunk, nem figyeltünk az Úr hangjára. Hogy lehettünk ilyen bolondok? Bizony, igen, bizony. Hogy lehettünk ilyen bolondok? Hát, így van ez. Na és? Még mit mondtak? Azt mondták, a három önálló egyház legtöbb lelkésze kommunista ügynök. És hogy a hivatalukat a kommunista párttól kapták, nem Istentől. Meng testvér és Feng nővér a legfontosabb munkatársak közé tartoznak. Gyakran adnak adományokat. Nagy veszteség lenne, ha elhagynák a gyülekezetet. Mindenható Isten azt mondja. Egykoron Jahve néven ismertek engem. Messiásnak is neveztek. És az emberek egykor szeretettel és megbecsüléssel hívtak engem Jézusnak, a szabadítónak. Ma azonban már nem az a Jahve vagy Jézus vagyok, akit az emberek a múltban ismertek. Én vagyok az Isten, aki az utolsó napokban visszatért, aki véget vet a korszaknak. Én vagyok az Isten maga, aki felemelkedik a világ végéről, a maga teljes természetében, tele tekintéllyel, becsülettel és dicsőséggel. Az emberek soha nem léptek kapcsolatba velem, nem ismertek meg engem, és tudatlanságban voltak a természetemet illetően. A világ teremtésétől kezdve a mai napig egyetlen ember sem látott engem. Ezen Isten az utolsó napokban megjelenik az embereknek, de elrejtőzik közöttük. Az emberek között él igaz és valóságos, mint az égő nap és a lobogó láng, erővel és tekintéllyel tele. Nincs egy árva ember vagy dolog sem, aki vagy ami ne ítéltetne meg szavaim által. És nincs egy árva ember vagy dolog sem, aki vagy ami ne tisztulna meg a lángoló tűzben. Végül minden nemzet áldott lesz az én szavaim miatt, és darabokra is törik miattuk. Így módon az utolsó napokban minden ember látni fogja, hogy én vagyok a visszatért szabadító, és hogy én vagyok a mindenható Isten, aki meghódítja az emberiséget. És mindenki látni fogja, hogy egykor én voltam a vétek áldozat az emberekért. De az utolsó napokban én válok a nap lángjává is, amely mindent elhambaszt, valamint az igazságosság napja, amely mindent feltár. Ez az én munkám az utolsó napokban.
Azért vettem fel ezt a nevet, és azért bírok-e természettel, hogy minden ember lássa, hogy én vagyok az igazságos Isten, az égő nap, a lobogó láng, és hogy mindenki imádjon engem, az egyetlen igaz Istent. Hála Istennek! És hogy lássák igazi arcomat. Nem csak az izraeliták Istene vagyok, és nem csak a megváltó, hanem minden teremtmény Istene vagyok, az égen, a földön és a tengereken. Ámen! Így van. Ezeknek a szavaknak nagyon nagy sokat. Hála legyen Istennek. Rossz hír! A rendőrség! Így van, a rendőrség! Ez hogy lehet? Hogy? Akkor a rendőrség? Hová menjünk? Semmi pánik. Hé, mit csinálnak? Illegális összejövetelt jelentettek be. Miért ütötte meg? A földre. A csüleset, erre. Cipő. Jó ég, ez rémisztő volt. Ki lehet olyan szörnyű ember, hogy feljelent minket? Ez borzalmas. Előbb-utóbb megkapja, amit értem. A templomban biztonságosabb. Igen. Ha a Meng Changlin visszajön, mondják meg neki, hogy jöjjön be az őrsre. A rendőrség mindenütt keres. Menj, rejtőzz el a szülővárosodban. Ha valaki még egyszer megszegi a gyülekezet szabályait és engedély nélkül idegeneket fogad, főleg a keleti villámlás embereit, vagy meghallgatja a prédikációjukat, az ne hibáztasson engem, ha szigorú leszek. Akiről kiderül, hogy ezt tette, kizárjuk innen! Az elmúlt napokban Szüel elkész megtiltotta nekünk, hogy az igaz utat tanulmányozzuk, és hogy szóváljunk a keleti villámlás embereivel. Azt mondta, aki így tesz, azt kizárja a gyülekezetből. Most mindenki korlátozva érzi magát. Senki nem mer vizsgálódni. Az utolsó napok Krisztusa életet hoz, és az igazság tartós és örökkivaló útját hozza el. Ez az igazság az ösvény, amely által az ember életet nyer, és ez az egyetlen út, amely által az ember megismeri Istent és elnyeri Isten helyeslését. Ha nem keresed az élet útját, amelyet az utolsó napok Krisztusa biztosít, akkor sohasem nyered majd el Jézus helyeslését, és sohasem leszel alkalmas arra, hogy belépj a mennyek országának kapuján. Akik anélkül szeretnék elnyerni az életet, hogy a Krisztus által kimondott igazságra támaszkodnának, azok a legnevetségesebb emberek a Földön. És akik nem fogadják el az élet útját, amelyet Krisztus hozott el, azok eltévedtek a fantázia világában. Ezért mondom, hogy azokat, akik nem fogadják el az utolsó napok Krisztusát, Isten mindörökké utálni fogja. Krisztus az ember kapuja a királyságba az utolsó napokban, és nincs, aki őt meg tudná kerülni. Senki sem tökéletesedhet Isten által,
csak Krisztuson keresztül. Te hiszel Istenben, így el kell fogadnod az ő szavait, és alá kell vetned magad az ő útjának. Nem gondolhatsz csak arra, hogy áldást nyerj, miközben képtelen vagy elfogadni az igazságot, és képtelen vagy elfogadni az élet ellátását. Krisztus eljön az utolsó napokban, hogy mindazokat, akik igazán hisznek benne, ellássa élettel. Az ő munkája azért van, hogy lezárja a régi kort, és belépjen az újba, és az ő munkája az út, amelyen járniuk kell mindazoknak, akik belépnek majd az új korba. Ha képtelen vagy elismerni őt, és ehelyett elítéled, káromolod, sőt üldözöd őt, akkor mindenképpen égni fogsz az örökké valóságig. És soha nem léphetsz be Isten királyságába. Mert ez a Krisztus maga a Szentlélek kifejeződése, Isten kifejeződése. Az egyetlen, akit Isten megbízott, hogy az ő munkáját végezze a földön. Ezért azt mondom, ha nem tudsz elfogadni mindent, amit az utolsó napok Krisztusa tesz, akkor a Szentlelket káromolod. Az a megtorlás, amely azokat éri majd, akik a Szent Lelket káromolják, mindenki számára magától értetődő. Azt is mondom neked, hogy ha ellenszegülsz az utolsó napok Krisztusának, ha elutasítod az utolsó napok Krisztusát, nem lesz senki más, aki helyetted viselni a következményeket. Továbbá attól a naptól fogva nem kapsz újabb esélyt, hogy elnyerd Isten helyeslését. Még ha próbálod is helyrehozni, soha többé nem láthatod Isten arcát. Mert aminek ellenállsz, az nem egy ember. Amit elutasítasz, az nem egy jelentéktelen kis lény, hanem Krisztus. Tudod, mik lesznek ennek a következményei? Nem kis hibát követsz el ezzel, hanem égbe kiáltó, hatalmas bűnt. Ezért azt tanácsolom mindenkinek, ne vicsorogj az igazság előtt, ne kritizáld meggondolatlanul, mert csak az igazság hozhat neked életet. És az igazságon kívül semmi nem teheti lehetővé számodra, hogy újjászülesz és újra meglásd Isten arcát. Ámen. 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 Mindenható Isten szavai felbecsülhetetlen értékűek. Igen. Jómódú, demokratikus, civilizált, harmonikus országban élünk, ahol szabadon imádhatjuk Istent, stabil társadalmi környezetben. Nagyon hálás vagyok ezért. Ez Isten áldása Kínán. Ámen. Ámen. Ezért szeretnünk kell a hazát és az egyházat, dicsőítenünk Istent a tetteinkkel, aktívan követnünk kell a központi bizottság irányelveit, jobban kell hozzájárulnunk a 19. népi kongresszus céljaihoz, imádkoznunk kell a nemzet erejéért és jólétért, valamint a nép egészségéért. Ámen. Ámen. Gyere, vége a munkanapnak! Már is! Tessék, 100-at kapsz. Tessék. Köszönöm. Remélem, jössz legközelebb. Jövök is. Most mi jövünk? Amikor Jézus eljött az emberek világába, megnyitotta a kegyelem korát, és véget vetett a törvény korának. Az utolsó napokban Isten ismét testé lett, és ezzel a megtestesüléssel véget vetett a kegyelem korának, majd megnyitotta a királyság korát. Mindazok, akik képesek elfogadni Isten második megtestesülését, eljutnak a királyság korába, ráadásul képessé válnak arra, hogy személyesen elfogadják Isten vezetését. Bár Jézus sok munkát végzett az emberek között, ő csak az egész emberiség megváltását teljesítette, és az ember vétek áldozatává vált.
Nem szabadította meg az embert minden romlott beállítottságától. Az embernek a sátán befolyásától való teljes megmentéséhez nem csak arra volt szükség, hogy Jézus vétek áldozattá váljon, és magára vegye az ember bűneit, hanem arra is, hogy Isten még nagyobb munkát végezzen, hogy az embert teljesen megszabadítsa sátán ilyen romlott beállítottságától. Így most, hogy az ember bűnei megbocsátást nyertek, Isten ismét testet öltött, hogy az embert az új korba vezesse. És megkezdte a fenyítés és az ítélet munkáját. Ez a munka az embert egy magasabb birodalomba vezette. Mindazok, akik alávetik magukat az ő uralmának, magasabb igazságot fognak élvezni, és nagyobb áldásokban részesülnek. Valóban a világosságban fognak élni. És elnyerik az igazságot, az utat és az életet. Siessetek! Hé, lassabban! Óvatosan! Óvatosan! Vigyázz csak! Itt a dalszöveg. Sí-igazgató úr. Erre semmi szükség. Vegye csak el. Szűje lelkész. Igen? Az, hogy a maguk templomában tartjuk a nemzeti ünnepi előadást, az egy igazán jelentős dolog. Valóban? Tudja, hogy ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a pártunk kereszténységet kínaizáló politikáját az emberek egyre szívesebben fogadják. Mi oda megyünk, ahová az emberek szíve húz. Ez azt is mutatja, hogy a legtöbb hívő szereti és támogatja pártunkat. Az irodafőnök Máur fontosnak tartja az ünnepi ceremóniát. Ne okozzon neki csalódást. Természetesen nem fogok. Megígérem, hogy az ünnepély zökkenőmentesen fog lezajlani. Ahogy lennie kell. Magának nincs más dolga, mint követni a pártot és engedelmeskedni neki. Mindenható Isten azt mondja, az utolsó napok Krisztusa különböző igazságokat használ arra, hogy tanítsa az embert, hogy feltárja az ember lényegét, és hogy boncolgassa az ember szavait és tetteit. Ezek a szavak különböző igazságokat tartalmaznak, mint például az ember kötelessége, hogyan vesse alá magát az ember Istennek, hogyan legyen az ember hűséges Istenhez, hogyan kell az embernek megélnie normális emberi mi voltát, valamint Isten bölcsessége és természete, és így tovább. Ezek a szavak mind az ember lényegére és romlott beállítottságára irányulnak. Különösen azok a szavak, amelyek leleplezik, hogyan utasítja el az ember Istent, azzal kapcsolatban hangzanak el, hogy az ember a sátán megtestesítője és ellenséges erő Istennel szemben. Az ítélet munkája során Isten nem egyszerűen világossá teszi az ember természetét néhány szóval, hanem hosszasan feltárja és megmetszi. A leleplezésnek és meccésnek különböző módszereit nem lehet közönséges szavakkal helyettesíteni, hanem az igazsággal, amelyet az ember teljességgel nélkülöz. Csak az ilyen módszereket lehet ítéletnek nevezni, csak az ilyen ítélet által lehet az embert leigázni és alaposan meggyőzni Istenről, és így tehet szert igaz ismeretre Istenről. Amit az ítélet munkája eredményez, az az, hogy az ember megérti Isten igazi arcát és az igazságot saját lázadásáról. Az ítélet munkája lehetővé teszi az embernek, hogy sokat megértsen Isten szándékaiból, Isten munkájának céljából és a számára érthetetlen misztériumokból. Azt is lehetővé teszi az ember számára, hogy felismerje és megismerje romlott lényegét és romlottságának gyökereit, valamint felfedezze az ember csúfságát. Mindezeket a hatásokat az ítélet munkája hozza létre. Mert e munka lényege valójában az a munka,
amely megnyitja Isten igazságát, útját és életét mindazok számára, akiknek van hitük ő benne. Ez a munka az Isten által végzett ítélet munkája. Ámen. Ámen. Ha te nem tartod fontosnak ezeket az igazságokat, ha nem gondolsz másra, csak arra, hogyan kerüld el őket, vagy hogyan találj egy új kiutat, amely nem tartalmazza ezeket, akkor azt mondom, hogy súlyos bűnös vagy. Ha neked van hited Istenben, de nem keresed az igazságot, vagy Isten szándékait, és nem szereted azt az utat, amely közelebb visz Istenhez, akkor azt mondom, hogy te megpróbálod elkerülni az ítéletet, és hogy báb vagy és áruló, aki menekül a nagy fehér trón elől. Isten nem fog megkímélni egyetlen lázadót sem, aki elmenekül a szeme elől. Az ilyen emberek még súlyosabb büntetést fognak kapni. Ámen. Hála legyen Istennek. Így van. Pontosan. Így van. Hol van Xiao Chen? Jön már. Siess. Itt vagyok. Siess, csak rád várok. Felkészülni? Szüel elkész úr, ez itt a program. A himnusszal kezdünk, utána jön ez a tánc, azután a kórus előadja mindig együtt a pártaldalt, utána beszélgetés jön és tréfás jelenetek. Majd a kórus előadja a Drága anyám a pár című dalt. Ha szeretne változtatni valamit, csak szóljon nekünk. A Drága anyám a párt legyen itt feljebb, a mindig együtt a pártal pedig a végén fináléna. Jó. Megváltoztatjuk. Rendben. Minden rendben? Egyelőre igen. Siang testvér és a többiek bent vannak. Menj csak be. Oké. Okay. Isten sok helyütt megjövendőlte, hogy meg fog nyerni egy csapa győztest a Sinim földjén. Mivel ezeket a győzteseket a világ keleti részén kell megnyernie, ezért a hely, ahová Isten a második megtestesülése során lép, kétségkívül Sinim földje, pontosan az a hely, ahol a nagy vörös sárkány fekszik összetekeredve. Itt fogja megnyerni Isten a nagy vörös sárkány leszármazottait, hogy az teljes vereséget szenvedjen és megszégyenüljön. Isten fel fogja ébreszteni ezeket az embereket, akiket súlyosan terhel a szenvedés, kivezeti őket a ködből, és eléri, hogy elutasítsák a nagyvörös sárkányt. Felébrednek majd álmukból, felismerik a nagyvörös sárkány lényegét, képesek lesznek teljes szívüket Istennek adni. Felemelkedni a sötét erők elnyomásából, felkelni a világ keleti részén, és Isten győzelmének bizonyítékává válni. Csak így fog Isten dicsőséget nyerni. Amen. Hála legyen. Ez csodálatos. Hála legyen Istennek. Olvassunk el még egy passzust mindenható Isten szavaival. Rendben. Jó. Elfogadtátok-e valaha is az áldásokat, amelyeket kaptatok? Kerestétek-e valaha is azokat az ígéreteket, amelyeket nektek tettek? Ti a fényem vezetésével biztosan áttöritek majd a sötétség erőinek kötelékeit. Biztosan nem fogjátok elveszíteni a titeket vezető fényt a sötétség közepette. Biztosan ti lesztek majd az egész teremtés urai. Biztosan győztesekké lesztek a sátán előtt. A nagy vörös sárkány királyságának bukásakor biztosan felemelkedtek, majd a milliárdnyi tömeg közepette, hogy tanúságot tegyetek az én győzelmemről. Biztos, hogy szilárdan és megingathatatlanul álltok majd Sinim földjén. A szenvedéseken keresztül, amelyeket kiálltok, megöröklitek áldásaimat, és biztosan az én dicsőségemet sugározzátok majd szerte a világegyetemben. Ámen. Hála Istennek. Hála Istennek. Áldott legyen Istennek. Úgy van. Hála Istennek. Hála legyen Istennek. Óriási szerencse. Nagyon finom. Remek tényleg. Nagyon finom volt barna mártásban. Kóstold meg. Nagyon finom. 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 Nagyon finom.
Legyél. Jó vagy. Hála legyen az Úrnak. Valamennyien keményen dolgoztatok a próbákon. Szívesen tettük. A vallásügyi hivatal elégedett a munkánkkal. Ígyunk a holnapi előadás sikerére. Mutassuk meg nekik. Igen. Úgy van, egészségünkre. Rendben, így. Egészségünkre. A holnapi előadásra. Testvérek, énekeljük el Isten szavainak himnuszát. Jó. Rendben. Legyen az eljött a dicséret a Sionra, amit pár napja tanultunk. Jó. Remek választás. Ez nagyszerű.山上，历经升起了。